Tisztelt nézők, hagyományváltásra készül Kőbánya, hiszen ebben az esztendőben először hon- és rendvédelmi napokként jelenik majd meg az a rendkívül látványos és gazdag esemény sorozat, amely minden évben megrendezésre kerül. A gondolatnak a javaslója, ha úgy tetszik, keresztapja ilyen szempontból, Szenezeután tábornok úr, a Magyar Hadtudományi Társaság elnöke, aki szintén részese már évek óta ennek a rendezvénysorozatnak. Végül is most idén mire lehet számítani? Hát egyrészt ugye, amennyire tudom, hon- és rendvédelmi napok lesznek, tehát megváltoztatta a keret az elnevezést. Ez az érdekes, mert ugye ez a kapcsolat a társaság és a kelet között, ez még a Tömböl tábornok úr volt az elnök, akkor egy együttműködési megállapodást kötöttünk a kerülettel, a polgármesterrel, a aláírással, és utána rendszeresen részt vettünk. Ugye az egész kapcsolatot belülről Kocsis László ezredes úr mozgatja, és ugye az első alkalommal szembesültem én személyesen azzal, hogy hát ez egy rendvédelmi elnevezés. Tehát mondom, hol itt a honvédelem? És közben ugye, ha megnézzük a jelenlétet, ugye a zenekartól, a szakács vagy a főzési versenyen át, a kiállító sátrak, a bemutatók, tehát a honvédség nagyon fajsúlyosan, erőteljesen vett részt rajta. És akkor mondtam, hogy annak, hogy ezt tovább tudjuk fejleszteni, hát az lenne az egyik feltétele, hogy tegyük be már a honvédelmet. És akkor így alakult ki ez a hon- és rendvédelem. És a társaság azon is dolgozik, hogy további társadalmi szervezeteket, tehát például a Honismereti Szövetség, ami nagyon erős hadtörténelmi múlttal foglalkozó szövetség, mert ők is jönnek ugye bemutatót tartani. A gimnáziummal ugye tartunk itt előadásokat, a keletben biztonságpolitikai gimnázium, az Zrínyi gimnáziummal van jó kapcsolatunk. Részt vesznek az általunk a diákok, az általunk meghirdetett fiatal hadtudós pályázatokon, bemutatják a tudományos munkákat, tehát elindult egy ilyen pezsgő kapcsolat, ami ugye nagyon örvendetes. A kérdés persze az, hogy ha mondjuk minden kelet ilyen aktív lenne, mint a Kőbánya, akkor mit tudna csinálni a társaság. De a Kőbányának nagy előnye, hogy ami nekünk az állandó központunk a Zrínyi kampuszon van, tehát gyakorlatilag mi a keletnek a lakói vagyunk, és ilyen szempontból ez a kapcsolat, ami folyamatosan erősödik, meg bővül, ez szép perspektívák elé néz. A Magyar Hadtudományi Társaság ebben a rendkívül bonyolult nemzetközi helyzetben, a szomszédunkban zajló háború idején mennyiben tud segíteni, mennyiben tudja az ismereteit, a tudását megosztani velünk nem szakértőkkel? Ugye a társaságból egy tucat tagunk, rendszeresen, hát hogy értékeli, kommentálja és magyarázza az eseményeket. Ez egy nagyon fontos funkció szerintem, és ugye a társaságnak a ismertsége is jelentős mértékben megnőtt, illetve ma már a médiában is tudják, hogyha szakértő kell, akkor megkeresik, hogy van egy szakértő névsorunk, és hogy mondjuk kell egy műszaki robbantással foglalkozó szakember, akkor én is csak azt tanácsolom a felkereső újságírót, hogy keresse. Vagy most ugye állandó téma napi renden van, hogy akkor sorkatonai szolgálat bevezessék, nevezessék, akkor olyan szakértőket, akik a tartalékos képzésnek, vagy a régi állandó adközetségen alapuló felkészítésnek a tagjai, és akkor ez szerintem jó, mert megpróbáljuk semlegesen, tehát pártsemlegesek vagyunk, és megpróbáljuk a szakmai tudást, tapasztalatot átadni, és ezen keresztül magyarázni, hogy mi történik. Ez egy nagyon komoly misszió. Hát nem tudjuk, mikor ez vége a háborúnak, de ez addig tartani fog. Azért remélem, hogy az izraeli-hamasz háború azért befejeződik idén, tehát, de az ukrajnait nem tudom. Ugye a jövő év lesz egy kritikus, eléri a 3 évet, és ugye nézzük a hasonló háborúkat, amelyeket ilyen példaként hoznak föl, tehát a koreai háború az is 50-53, 3 évig tartott, korábbi krími háború, a 1800, nem tudom, 72, 3 évig tartott, Boszniában ugye a Szarajevó 3 évig tartott, spanyol polgárháború majdnem 3 évig tartott, tehát tulajdonképpen azok a háborúk, amelyeket ilyen mintaként szoktak vizsgálni, ez a 3 év, ez egy ilyen
időszak, amikor na, most már ideje valamilyen megoldást találni, mert mind a két fél nagyon gyengül, és én abba bízok, hogy ez így lesz Ukrajna esetében is, és ugye az, hogy most elindulnak ezek a kezdeményezések, hogy Oroszországot is vonják be, stb., ez azt mutatja, hogy van egy ilyen nemzetközi nyomás a harcoló felekről, hogy valamiféle egyrészt fegyverre szünetet kössenek, és utána pedig valamilyen békés megoldást alakítsanak ki. A kérdés persze, hogyan legyen. Itt van, amiről beszéltünk, hogy itt van az a kérdés, hogy ukránok önállóan döntik el, vagy a nemzetközi közösség befolyásolja őket. Most pillanatnyilag az álláspont az, hogy ők döntik el, addig támogatja nyugodtan, ameddig szükség van rá, a NATO-tagság ez egy irreverzibilis folyamat, de Zelenszkij például nemrégen nyilatkozta, hogy ő neki még senki nem mondta hivatalosan, hogy területet békér alapelvet vizsgálják meg, és most azáltal, hogy ő személyesen több kezdeményezést tett, és október-novemberre, hogy legyen egy újabb béke konferencia, és azon az oroszok vegyenek részt, sőt, ugye a Kínával is tárgyaltak. Ez azt jelenti, hogy hát, ha tudnak egy olyan megoldást találni, ami a háborúnak a felfüggesztését jelenti, vagy a befejezését, de nem könnyű, mert ugye az oroszok kb. 20%-át az ukrán területeknek saját kezükbe tartják, állandóan minden nap mennek a stratégiai bombázások, gyengül az ország, oroszok is gyengülnek, de ugye nagyobb erő van, úgyhogy ez egy nehéz ügy, és itt a szakértőknek meg ugye az a dolga, hogy hát folyamatosan kövesse az eseményeket, és próbálja magyarázni. És ugye az a jó, és ezzel is zárom, hogy van egy-két fiatal is, aki már beszállt ebbe a feladatkörbe. Annak mekkora jelentősége van ebből a szempontból, hogy a NATO egy új kievi irodát létesít? Ez politikai szinten nagy jelentőség van. Ugyan a kedves nézőknek mondom, hogy Kijevben csak egy katonai liaison office volt, összekötő iroda volt már régóta, de nem volt valószínűleg nagyköveti, főtitkári megbízott lesz. Ez azt jelenti, hogy kvázi nyílik egy NATO nagykövetség, ami ugye lehetővé teszi, hogy a Kijev vezetés napi szinten tudjon politikai tárgyalásokat folytatni. Ez nagyon fontos lehet, hogy most foglalkozom a kubai válsággal, ott például a Kennedy kormányzat napi szinten az orosz nagykövetet Dobonyinnal tárgyalt, és ő ugye nem csak telegramok mentek, hanem háttérmagyarázatok, ígéretek, és az ment Moszkvá meg vissza. És ugye ez szerintem ez egy komoly előrelépés, a politikai megoldás a diplomácia előtérbe helyezésének egy fontos eszköze lehet. Köszönöm szépen. Köszönöm.